we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Sziasztok! A nevem Csikós Lehel Doton, és ebben a videóban a Fordnak az egyik legújabb kis SUV változatát fogom bemutatni. Innen a Colorado-i gyönyörű hegyek tájáról. Remélem tetszik! Hát nem az igazi offroader, de azért egy bizonyos helyzetekben az a négykerék meghajtás kisegít. Ahogy lássuk is most ebbe a helyzetbe, kicsit lipinkát csináltam belőle. Ugye, egy kerék a levegőben. Mit mondjak róla? Úgy látom, hogy ez a Fordnak egy elég sikeres változata, az Escape. Régebbi változatát is vezettem, de az nem volt ennyire felszerelve mindennel, mint ez. Benne van Adaptive Cruise Control, a sávokat követi, tehát a sávon belül a közepén megy. Obstacle Avoidance, azt jelenti, hogy valaki előttbe kiszökik, akkor befékez, jelez előre, majd befékez. A Cruise Control-t, amikor beállítsuk, és mondjuk berakjuk 100-ra, és valaki előnkbe jön és lassabban megy, akkor lelassul, de hogyha az felgyorsul előttünk, akkor a mi autónk is felgyorsul 100-ig, aztán ha 100-nál ott megáll, mert addig állítottuk be a cruise control-t. Ezen kívül mit mondjuk? 19-es kereket vannak rajta, van vonóhorog is, és 1600 kilóig lehet utánfutót akasztani utána. Amíg érdekességek vannak, bár mindenhol parking szenzor van rajta, elő-hátul, minden elektromos benne, két zónás klíma, ahogy mondtam, már összkerék meghajtásos, két literes turbó motor van benne, hogyha jól tudom, ugyanaz a motor van benne, mint ami a Ford Mustangokba is rakják, a két literes EcoBoost van, négy hengeres, ami ugye a Mustangban olyan 306 lóerős, ebben nem tudom, nem néztem még meg, de utána nézzük, és azt is kirakom majd az a kép aljára. Tehát, hogyha csomagokkal kezedbe teli vagy, jössz a csomagtartóhoz, akkor van egy olyan, ide rakod a lábadat, és kinyitja a hátsó felét. És akkor persze be tudod adni a csomagokat, meg le tudod csukni is. Ami nagyon jó. Sokszor van, úgyhogy a kezem teli van mindennel, és nem örökké kell keressem a kulcsot hol van. Hát hogy néz ki? Külsejéről mit mondja? Nem a legszebb autó. A hátsó fele az úgy gondolom, hogy az nagyon jól sikerült, nagyon szép. Az első fele pedig úgy néz ki, mint a Porsche Cayenne. Hát nem akarom azt mondani, hogy igazán Porsche Cayenne, de annak is ilyen nem szép az autó. Az én véleményem szerint az az autó se szép. Annak ellenére, hogy Porsche, és ennek is olyan kacsásra sikerült az első fele. Na de azon kívül a lámpák nagyon jók, ledesek ugye, és intelligens lámpa van benne már olyan értelemben, hogy amikor a szembejövő jön éjszaka, akkor leveszi a hosszú fázist, lassan leállítja, aztán amikor nem jön semmi szemből, akkor visszateszi a hosszú fázist. Nem is vettem észre előre, mert olyan érdekesen csinálja, hogy nem egyből felvillan a lámpa, meg levillan, hanem úgy lassan. Ez a titánium változat, ami a legjobban felszerelt autó ebből a szegmensből. Írja rajta, hogy EcoBoost, All-Wheel Drive, összkerék meghajtásos. Belül elég tágas, az első ülés, hátsó ülés. Az ülések nem olyan kényelmesek, de hát ez nem egy luxus autó, ez inkább egy ilyen kisebb családautó.
Amikor megláttam ezt az autót a kölcsönzőben, nagyon megörventem, mert mindig ki akartam próbálni egy új, ilyen kisebb SUV-t, mert érdekelnek. És amikor megláttam, hogy mindennel fel van szerelve, és a titánium változata, akkor még jobban örventem. És még mellé 3800 mérföld van az autóban. Tehát ez az autó még az első olajcserén sem ment keresztül, mert még nem ért el odáig. Azon kívül, ami nem tetszett nekem, az az, hogy a maga a váltó egy gombos váltó, nem olyan, mint a másoknál, hogy van egy kar előre, meg hátra. De megszokhassa az ember. Dupla klíma nagyon jó, fütött ülések nagyon jó. Hátul nincsen külön klíma, csak van egy ilyen fuvóka, amit hátul tudnak állítani, de azon kívül ezen a kettőn működik. Tehát két részre van osztva, a sofőr felülé, meg az utas felülé. A kijelző is egy 10 incses kijelző, ami nagyon jól működik. Minden van rajta. Tehát CarPlay, Apple Play, amit akarsz, mindent lejátsz rajta. Telefonot hozzá tudod kapcsolni, applikációk vannak, és nagyon jól működik. Én a telefonomat hozzátettem, és nagyon jól működött végig. Azon kívül van automata parkoló funkció is, ami azt jelenti, hogy beállsz a oldalparkolást csinál, beállsz az autó mellé, megnyomod ezt a gombot, és ő automatikusan beáll a két autó közé. Azon kívül van itt egy olyan, hogy automatikusan be lehet indítani a kulcsról, kiválasztani normál módot a vezetésbe, eco módot, ami nem annyira agresszív, sport módot, ami az egész kijelző pirosra vált. Nagyon gyönyörűen, nagyon tetszik az a kijelző a sofőr felől, tehát nagyon szépen megcsinálta Ford. Akkor a sport után van a jég, a havas úton, ami nagyon szép az is, és van a normál vezetés. Azon kívül minden ablakok, tehát elektromosan elől hátul, van ülésmemória is három benne, elektromosan állítódnak az ülések, előre, hátra, mind a két felől. A hátsó ülést le lehet nyitni, illetve csukni, és akkor persze nagyobb terüt lehet vinni vele. Az anyag itt a bordnál, ez az a puhább műanyag, a többi az, hát még ez is puhább, de többi az kopogós, nem, hát, de végül is ez nem egy luxusautó, ez egy kisebb SUV, ami ugye itt Amerikában az SUV az ami mindenki azt vesz. Azon kívül még van váltó, kézi váltó itt a kormányon, tehát a lámpákat be tudod állítani innen, hogy automatikusan kapcsolja be, amikor besötétedik, vagy te tudod beállítani, hogy mit akarsz, hogy rövid fázis, hosszú fázis, vagy akármi. Azon kívül persze, hogy tudod állítani a rövid fázis, hosszú fázist itten, de automatán megcsinálja azt is, és nagyon jól működik, amit már említettem. Hát, nagyjából ennyi. Remélem, hogy tetszett. Ha nem tetszett, írjátok meg. Ha tetszett, akkor is írjátok meg. És esetleg, ha van valamilyen ötletetek, hogy mit szeretnétek, hogy következőkor megmutassak, akkor esetleg meg tudnánk azt is csinálni. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, és a legközelebbi viszontlátásra. Sziasztok!